Megtartották az első istenes tornát Bonyhádon, istenes László tiszteletére. Az eseményen több mint 10 csapat mérte össze tudását. Laci bácsi az egyesületünknél sokat segít, mindig a gyerekek közt van, és úgy döntöttük, hogy a nyarat, a kinti időszakot, mert most terembe fogunk menni, elkezdődik a bajnokság, lezárjuk egy közös lány-fiú tornával, külön kategóriákat indítottunk, és estig játék lesz, közben enni fogunk, szól a zene. Egy ilyen kis lájtos napot szerveztünk. Nagyobb tét úgy nincsen, annyi lenne, hogy tényleg érezze mindenki jól magát, legyünk együtt, az edzőkkel is tudunk beszélgetni, a diákok is egy kicsit a két lány-fiú csapat együtt tud lenni. Csapatok tekintetében úgy mondanám, hogy elég sokan összejöttünk, és nem kettőfős, hanem háromfős csapatokat csináltunk inkább, mert nem tudtuk volna a mai nap akkor végigjátszani a dolgokat. Összesen egy 10 fölötti csapat létszám van, így hogy háromfősek. A torna szervezői meglepetéssel is készültek a bonyhádi röplabda ikonikus személyiségének. A legjobb edződíjat, és a legjobb edződíjat összecsokolázták, nem baj, uranyomjuk, ilyenek apró dolgok. Az idei évben ki nyerte? Istenes László. Azonban nem csak a legjobb edződíját kapta meg az eseményen. Istenes Lászlónak, a torna névadójának, a bonyhádi, az országos és a nemzetközi röplabda sportágban meghatározó szerepet vállaló szaktekintélynek. Sok szeretettel szeretnénk szeretni. Hát ez nagy megtiszteltetés, hát erre majdnem könnyes szemmel tudok csak válaszolni, úgyhogy ez le a kalappal, köszönöm szépen. De hát ezek a gyerekeknek az edzésein általában ott vagyok, és kis tisztelnek, szeretnek, én is szeretem őket, lelkesen dolgoznak mindig, és ez adja az új ambíciót, hogy még tegyünk rá egy lapáttal. Istenes Lászlót minden röplabdás és volt röplabdás ismeri a környéken, és ez nem véletlen, hiszen már 50 éven nagy szerepet játszik a sportág népszerűsítésében. 71-től itt Bonyhádon, és 73-ban a Keri csapatával megyebajnokságot nyertem, és attól kezdve ragyogóan ment hol a Gimi, hol a Keri, vagy a város szintén ment a röplabdásoknak a tornája. Nagyon sok tornán vettünk részt. Igen, a mosolygós arcok, meg ezek az aranyos emberek, aranyos gyerekek, ezek hagyják az ember. Meg tulajdonképpen én szeretem a röplabda sportágat is, és úgy tulajdonképpen diákolimpiákon körülbelül 25-ször voltunk országos döntőn. Ez egy közös munkának az eredménye. Mert hogyha a lányok, fiúk nem partnerek, akkor én nekem nincs röplabda. Ilyenért érdemes dolgozni, nem a díjért azért, hogy ennyi ember mosolyog, és jól érzi magát, és ez a legfontosabb. Mondhatjuk tehát, hogy Istenes László nevelte ki a bonyhádi röplabdásokat az elmúlt 50 évben. És tette ezt olyan sikerrel, hogy például egykori tanítványának fia, Máté Norbert, most az egyik vezető röplabda edző a Petőfi Sportklubban. Ő elmondta nekünk, mit terveznek a következő évadra. Nagyon készülünk a teremidőszakra, jövő héten elindulnak a bajnokságok az U19-es kategóriában, mind a két korosztályban mi fogjuk rendezni a tornákat, és most heti 3 edzéssel már készülünk, edzőmeccseink is vannak, és reméljük, hogy egyre sikeresebbek leszünk, kicsit megfejeljük a tavalyi évet, és épülünk folyamatosan. Egyre több csapatunk is van, úgyhogy fejlődik a Petőfi Sportklub Egyesülete. Nekem mindig az a célom, hogy minél több gyerek szeresse meg a röplabdát. Eredmény tekintetében meg az a célom, hogy a tavalyi évnél mindig, ami volt, egy kicsit eredményesebbek legyünk. Másodosztályban tavaly 5. lettünk, szeretném, hogyha a fiúknál dobogósok lennénk. Istenes László 50 év után sem tudja elengedni ezt a sportágat. Azt mondja, még most is eljár az edzésekre. Ott segítek, ha más nem, a labdát szedem, és akkor egy-két jó tanácsot külön elmondok gyerekeknek, hogy mit, és azért úgy érzem, hogy meg is fogadják. Mind értelmes ember, csodálatos gyerekek, és én azt kívánom nekik, hogy
legalább addig űzzék a röplabdát, ameddig én.